Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez egy személyes jóslás Dorina részére. Kedves Dorina, üdvözöllek téged. Te szeretnéd tudni, hogyan tovább, mi a terve, ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ebben a parkban van egy szerelmes pár. Ez a hölgy téged szimbolizál, és ez az úr őt szimbolizálja. Itt látható bal oldalon az első kártya, és mutatja a te érzelmeidet. A csillagkép szerencsét hoz. Itt minden jóra fordul, de kell a belső egyensúly. Ennek a hölgynek a kezében van két kancsó, az egyikből folyik az arany, a másikból pedig az ezüst. Az arany szimbolizálja a napot, a gondolatainkat, az ezüst szimbolizálja a holdat, tehát az érzelmeket. Itt ezt kellene egyensúlyba tenni, a gondolatokat az érzelmekkel. A csillagkép a háttérben azt mutatja, legyenek jó gondolataid, minden rendben van. Itt ebből a kapcsolatból lesz valami. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Ezen a képen látható a hold, és a hold uralkodik az érzelmek felett. Lehet, hogy ő nem nyitott, mert a holdnak vannak elvárásai, de az érzelmek itt vannak. Sőt, nem csak ez a szeretet, hanem ez a mély lelki kapcsolat, ami összeköt benneteket. A hold néha utal anyai témákra, vagy megvan ez az elvárás, hogy ezekkel az anyai érzelmekkel közeledj hozzá, esetleg kívánja azt, hogy legyen egy közös gyermek, mert szeretne veled családot alapítani. Most megnézzük a te gondolataidat. Ott fent bal oldalon láthatod ezt a királyt. Ez a király uralkodik a víz eleme felett. És a víz eleme utal az érzelmekre. És pontosan erről kellene elgondolkodni. Ez jelentheti azt, hogy bíz abban, ő fog közeledni hozzád, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami az ő érzelmeit szimbolizálja, vagy jelentheti azt is, hogy sokat gondolkodsz azon, hogy ő szereti téged, igen vagy nem. De jelentheti mindkettőt is. És most megtekintjük az ő gondolatait. Ez a kép ott fent jobb oldalon utal változásokra. De jelenleg ez egy átmeneti állapot. A múltat ő most már lezárta. Van egy új irány, egy új kezdet, de hogy ez hova vezet, ez még nem látható. Lehet, hogy ő tudja, hogy mit akar, de vannak félelmei, és emiatt olyan ködös minden, nem tudja, hogyan tovább. A következő kártya mutatja azt, hogy milyen meglepetés lesz nálad, valami, amire nem számítottál. Itt lent bal oldalon láthatunk egy uralkodó nőt. Ez lehet valaki a környezetedben, aki megpróbál uralkodni rajtad, és itt lesz egy kihívás, de jelentheti azt, hogy lesz egy bizonyos helyzet, és te uralkodni fogsz a helyzet felett. Az én érzésem az, hogy erről lesz szó. És most megtekintjük azt,
milyen meglepetés lesz nála, vagy ki mi befolyásolja őt. Ezen a képen láthatjuk ezt az arany érmét. Az jelenti az anyagiakat és a munkahelyet. Ez a fiatal fiú jelenthet egy új kezdetet is. Lesznek nála a munkahely területén újdonságok, vagy egy új kezdet. És a következő kártya azt fogja mutatni, mi vár rád, vagy mit kell, hogy tegyél a te lépéseidet, vagy az, ami a közeljövőben nálad változni fog. Ennek a kártyának több jelentése is van. Utal döntésekre, vagy fontos beszélgetésekre, de arra is, hogy át kell tenni magad a félelmeken. Ez a kart elvágja a félelmeket. És a következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit fog ő tenni. Ez a kártya hasonló, mint nálad, megjelenik megint a kard, és az szimbolizálja a kommunikációt, a döntéseket, de azt is, hogy át kell tenni a félelmeken magát. Mert a kard ezt elvágja. A háttérben látható ez a szürke felhő, és az a félelmekre utal, de ő ezen túlteszi magát. Mindketten ezt szeretnétek, döntéseket hozni, egymással beszélni. Miről kellene beszélni? Az érzelmekről és a jövőről. Ebben a parkban van egy szökőkút, és ott látható ez a víz, mutat egy irányt, és az jelenti a jövőtöket. Ehhez a kártyához nem kell sok mindent fűznöm. Itt érzelmekről van szó, erre utalnak a kejhek. A kettes szám pedig azt jelenti te és ő, itt nincs más a háttérben, és jelenti a párkapcsolatot. És így látod te, így látja ő, szemben álltok. Itt érzésekről van szó. Lesznek ezek a döntések, és ha eljuttok idáig, akkor ezt érzitek szavak nélkül. De nekem még vannak szavaim ehhez a jósláshoz, mégpedig egy lelki üzenet. Egy fénnyel teli angyal vigyáz rád. Óv téged veszélyeknél és a gonoszságok ellen. És ez volt a lelki üzenet. Kedves Doriná, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel. Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!